Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is e legkisebbek egyikének, azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igény. Pici csöndben először egyénileg elmélkedjünk. Drága testvéreim, a mai evangéliumban Jézus ilyen nagyon határozott magyarázatot mond arról, hogy ki méltó ő hozzá, aztán ígéretül jutalmat, jövendől azoknak, akik befogadják a prófétát, az igazat. Kicsit járjunk körbe azt, hogy milyen kapcsolatban lehetünk Jézussal. Rögtön Jézus első szava az, hogy aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Rögtön Jézusnak ez az első mondata nagyon radikális, gyökeresen új szintre akarja emelni a vele való kapcsolatunkat. Aztán arról is beszél az Úr Jézus, hogy mit is jelent az, hogy valaki nem méltó ő hozzá. Hát az, hogy nem veszi fel a keresztjét, nem követi őt. Túlságosan arra törekszik valaki, hogy a saját életét jobbá tegye, mag mentse, mag találja, önmaga körül forog. Mindez azt mutatja, hogy nem méltó Jézushoz. Nem akarom most ezeket a szavakat egyesével újra és újra magismételni, önmagukban
nagyon erősek. De tehetünk esetleg egy olyan próbát, hogy megfordítjuk az állításokat. Szeretnéd-e azt, hogy téged jobban szeressen valaki, mint amennyire ez a valaki Jézust szereti? Ez egy nagyon logikus kérdés. Valaki elmondhatja magáról azt, hogy én apa vagyok. Más valaki, egy nő azt mondja, hogy én anya vagyok. Hát ez azt jelenti, hogy van gyermeke. Nem túl bonyolult? Innentől kezdve azonban elindul egy kapcsolat, egy visszavonhatatlan kapcsolat. Valakinek az apja, valakinek az anyja kapcsolatban van a saját gyermekével. Milyen szeretetet vársz a gyermekedtől? Olyat, ami teljesen kizárólagos és minden fölött álló? Kicsit eltűnődtem azon, hogy minden emberben van egy magától értetődő vágy arra, hogy az ember akar valamivel, valakivel kritikátlan, megkérdőjelezhetetlen, kétségbe vonhatatlan kapcsolatban lenni. Ez a magfogalmazás picit talán ilyen dagályos, vagy sűrű. Egy személyes példa jut eszembe, amikor talán 15-16 éves lehettem, és meglátogattam egy barátomat, egy gimnáziumi osztálytársamat. Ez a barátom egyébként nem mellékes, amit most mondani fogok, drogfüggő volt. Méghozzá egy elég erős fajtából mák teát ivott. Én magam is tanulja voltam ennek, láttam ezt. A mák tea az egyik legerősebb kábító hatású ital. És hát nyilván az egész család tudta ezt. Egyre jobban rombolta az egészségét. Természetesen dohányzott is ez az osztálytársam. 16 évesen már úgy dohányzott, mint egy fölnőtt. Napi egy doboz cigi. Hát hogy honnan volt erre pénze, azt akkor így gyerekfejjel annyira nem tettem föl magamnak. De most nem is ezt akarom elemezgetni, hanem azt, hogy az édesanyjával beszélgettem, és emlékszem rá, hogy az anyja nagyon sokat szenvedett, amiatt, hogy a fia ilyen drogfüggő volt, és egyik alkalommal, hogy az anyukájával beszélgettem, szóba került az, hogy én focizok, és hogy mennyire szeretek focizni, sokat jár a edzésre, szinte minden nap, még azon kívül magamnak plusz edzéseket tartok, megyek szombatonként a korosztályos bajnokságnak a meccseire, a saját csapatommal, és egyszer csak teljesen váratlanul feltett egy kérdést, ami annyira meglepett, azt mondja, hogy mi lenne, ha egyszer nem mennél el szombaton foci meccsre. Hát miért kell mindig oda elmenni? És én már hát olyan voltam, mint a, nem is tudom, a kakas, amelyiknek a torkára rakják a kést, így nem is tudom, hogy hogyan fejezzem ki a megdöbbenésemet, de hát a kakas eléggé magban döbbenve a torkára rakják a kést. És akkor valami olyasmit mondhattam, így az érzés van bennem, nem biztos, hogy ezt a szót mondtam, de valami olyasmit mondhattam, hogy hát az lehetetlen. És ez az élményem jött elő a tanítványsággal kapcsolatban.
Ja, azt mondja Jézus, hogy az én tanítványom. Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Tehát az evangéliumot magyarázó előtörténet mindig az Ószövetségi olvasmány, ami arról szól, hogy egy proféta, Elizeus vándorol jobbra-balra, imádkozik az emberekért, néha mond egy különleges isteni üzenetet valakinek. A proféta mindig nagyon kiszámíthatatlan, Isten embere, valamit megmutat abból a titokból, aki maga Isten. És hát attól függetlenül, hogy ilyen különleges kapcsolata van Istennel, mégiscsak egy egyszerű ember, aki elfárad, érzik, szomjazik, adott esetben, hogyha rosszul csinálja a dolgait, akkor lelkileg kiég, és kétségbe esetté válik, tehát ugyanolyan, mint bármelyikön, egy halandó, esendő, gyönge ember, annyival különlegesebb, hogy ő hallja, látja Isten szavait, gondolatait, és ez arra készteti, hogy ezt állandóan továbbadja az adott helyzetben egy konkrét embernek, királynak vagy valakinek. A proféta tehát különleges személy, lát, hall olyan dolgokat, amiket a többség nem. Na és hát Elizeus proféta kap lehetőséget arra, hogy egy asszonynál és a férjénél egy kis berendezett szobában pihenhet átutazóban. Ráadásul ennek az Elizeusnak van egy szolgája, és Gehászi, akit visz magával. És milyen érdekes, hogy a proféta maga akarja hálálni, viszonozni szeretné az őt befogadó házaspárnak a jóságát, és fölteszi ezt a kérdést, hogy mi lenne az, amivel viszonzást adhatnék az asszonynak. Gehászi így válaszolt, ó, nincs neki fia és a férje öreg. Erre megparancsolta, hívd ide, odahívta, az megállt az ajtóban, akkor Elizeus így szólt hozzá, egy esztendő elteltével ilyen időtájt fiút dajkálsz. Hát ennek az asszonynak ez óriási jutalom volt. Talán bele se gondolt ebbe előtte. Ő nem ezért csinálta. Tisztelte a prófétát, szerette őt. Megbecsülte a prófétának az Istennel való kapcsolatát. Nyilván ez az asszony elsősorban Isten iránti tiszteletből tette azt, hogy Istennek az emberét, a prófétát befogadta, és egy kis pihenési lehetőséget teremtett neki. Nagyon valószínű, hogy tényleg ez az asszony ezt önzetlen szeretetből tette. Nem azért, mert várt volna különleges áldás cserébe. És Elizeus által Isten egy különleges áldást adott ennek az asszonynak. Egyszerűen azért, mert átutazó vendégként kapott ott egy pihenőhelyet. Ugye milyen szép emberi gesztus? Egyik oldalról emberi gesztus, hogy az asszony a prófétának pihenőhelyet alakít ki, a proféta oldaláról pedig egy isteni gesztus, hogy gyermeket kap az... Tehát ez nem is tudom már, hogy magyarázzam, mert annyira különlegesen összehasonlíthatatlan. Adok valakinek egy pohár vizet, mondja Jézus, és az a valaki Jézus tanítványa, és én ezért mennyi jutalmat fogok kapni? Tiszta szeretetből, önzetlenül Jézus egyik tanítványának adok egy pohár vizet, és ezért mennyi jutalmat fogok kapni? Azt mondja, hogy ha valaki befogadja a prófétát, az a próféta jutalmát kapja. Mi a próféta jutalma? A belsőséges kapcsolat az Istennel, a maghallgatás, az ima maghallgatás.
az a próféta jutalma. Ha nekünk lehet Isten prófétájával baráti kapcsolatunk, az azt jelenti, hogy Isten prófétája által imamok hallgatásban bizakodhatunk. Gondoljunk bele, hogy valaki 70 évvel ezelőtt az 50-es években elzarándokolt San Giovanni Rotondóba, Szent Pió atyához, az akkor már világhírű ferences szerzeteshez, kapucinus, ferences szerzetes rend ága, kapucinusok. Elzarándokolt oda, kivárta a nem tudom milyen hosszú sort, hogy gyónjon. Gyónás közben a bűneit felsorolva magán említette azt, hogy drága Pió atya, hát a fiam beteg, kérlek imádkozz érte. Pió atya imádkozott, és csodálatos gyógyulás történt. A próféta jutalma, ez is. Úgyhogy jó dolog prófétákkal barátságban lenni, mert akkor általuk mi is kaphatunk valamit az Istentől. Hát a legnagyobb próféta, az utolsó és legteljesebb, abban az értelemben, hogy Istennek minden üzenetét átadta, az maga a názáreti Jézus. A názáreti Jézus Krisztus a próféták prófétája. Minden szempontból a mesterek mestere, a királyok királya, az uralkodók ura. Minden szempontból az Istenek istene, akinél nagyobbat már nem lehet mondani. És Jézus azt mondja, hogy ha valaki az ő tanítványának egyszerűen ajándékban ad önzetlen szeretetből egy pohár vizet, akkor az mennyei jutalmat kap. És hát ez nyilvánvalóan azért van, mert aki Jézus tanítványának ad egy pohár vizet, az ezt Jézusnak adja. Mondja is Jézus, hogy aki benneteket hallgat, aki majd az én tanításomat a ti szátokból elfogadja, az olyan, mintha engem hallgatna személyesen. Aki valaki megtart figyelmet, maghallgatást, engedelmességet fog ajándékozni, az olyan, mintha nekem ajándékozna figyelmet, maghallgatást és engedelmességet. Picit még hadd térjek vissza ehhez a gondolathoz, hogy az ember akar valamivel, valakivel kritikátlan, megkérdőjelezhetetlen, kétségbe vonhatatlan kapcsolatban lenni. És ez nem lehet pusztán önmagára irányított kapcsolat. Nagyon szeretem József Attilának azt a vers sorát, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Hát ez a más, ez egy másik személy, nem tudjuk önmagunkat igazán megérteni, csak magunk által. Kell egy másik személy, aki mint tükör megmutatja azt, hogy milyenek vagyunk. Hát ez a másik személy elsősorban maga az Isten, de ugyanígy egy másik ember számunkra tükör. Most ez a bizonyos megkérdőjelezhetetlen kapcsolat volt rám jellemző ott 15-16 éves koromban, hogy én így tekintettem a focizásra. A focizás által volt egy álmom, volt egy elképzelésem a jövőmről, az életemről, arról, hogy én ki vagyok, én egy kis focista vagyok, és én leszek a világ legnagyobb focistája. És amikor az osztálytársamnak az anyukája föltötte ezt a kérdést, hogy hát miért lehetne az, hogy egyszer egy szombaton nem megyek el meccsre, akkor én rögtön megdöbbentem ezen. Miért? Mert számomra megkérdőjelezhetetlen, lehetetlen volt elképzelni az életemet a focizás nélkül. És igazából mindannyiunknak van valamivel vagy valakivel megkérdőjelezhetetlen kapcsolata. Hadd mondjak két kis érdekes példát.
nem én találtam ki, hanem emberekkel beszélgetve hallottam ezt. Szent szerda. Egyszer beszélgettem egy plébániai munkatársal, nem az enyémmel, egy másik plébánosnak a munkatársával, és valami ügyet akartunk elintézni, mert nem tudom pontosan, hogy mit. És hát mondta nekem ez a munkatárs, hogy máma ne hívjam föl telefonon az ő plébánosát, mert az a nap Szent Szerda. És a plébános kihirdette, hogy a Szent Szerdán senki semmilyen ügyben ne keresse őt, mert az az ő pihenő napja. És én, mint egy pap testvér, pap kolléga, ezt az üzenetet kaptam a munkatársától. Szent Szerda, elmegy pihenni, senki ne keresse. Tehát ő ma kérdőjelezhetetlen kapcsolatot akar kimutatni mindenki felé. Én nem tudom, hogy mit csinál azon a Szent Szerdán. Lehet, hogy egész nap imádkozik, lehet, hogy egész nap pihen, olvasgatja a Bibliát. Én nem vagyok méltó arra, hogy ezt megítéljem, de elgondolkodtatott. Másik hasonló példa, szó szerint Szent Csütörtök este. Egyik szolgálati helyemen valaki mondta ezt, föl is figyeltem rá, mi az, hogy Szent Csütörtök este. Azt mondja, 20 éve minden csütörtök este kosárlabdázok, nem hagytam ki egy alkalmat se. Tehát egy baráti társaság minden csütörtök este összejön és kosárlabdáznak. És ez a Szent Csütörtök este. Mindannyiunknak van valamivel ilyen típusú kapcsolata. Valamivel vagy valakivel. Ami ma kérdőjelezhetetlen, ami kritikátlan, ami kétségbe vonhatatlan. Azt mondja Jézus, ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Hát itt jön a kérdés az, hogy Jézus számára mi az, ami megkérdőjelezhetetlen? Jézus számára mi az, ami kritikátlan, kétségbe vonhatatlan kapcsolat? Hát Jézusnak a saját tanítványával való kapcsolata ilyen. Érezzük ennek a súlyát, hogy maga Jézus azt mondja, hogy aki az én legkisebb tanítványomnak, bárkinek, aki tényleg az én tanítványom, csak egy pohár friss vizet ad, azért, mert az én tanítványom, az mennyei jutalmat fog kapni. Ezek szerint Jézusnak végtelenül fontos az, hogy neki kapcsolata legyen a tanítványaival. Hát gondoljunk bele, az evangéliumok alapján, hogy úgy választotta ki a tanítványait a nagy sokaságból, a régóta őt követő tömegből, egy szűk tanítványi elitkört úgy választott ki, hogy egész éjjel virrasztott és imádkozott, és kérte az atyától, sóhajtozva, hogy atyám, hát itt van egy hatalmas tömeg, akik már követtek engem, közülük sokakat ismerek, több száz, több ezer embert. Most gondoljatok bele, kedves testvérek, hogy nekem a Facebookon 5000 ismerősöm van. 5000! Az nem kevés. Néha fölében akarna menni 5000-nek, és akkor már nem lehet újabb ismerőst ebben a számítógépes rendszerben, ebben a fajta közösségi médiában már egyéni szinten nem lehet több ismerősen. Van, hogy fölében megy, és akkor már nem tudok valakit bejelölni ismerősnek, vagy engem nem tudnak bejelölni, és nem lesz ilyen kapcsolatom. Aminek van konkrét következménye a levelezésben, meg ebben, abban. Most ezt nem részletezem. Aki
akit érdekel, egész pontosan megnézheti a szabályait. Most ebből az 5000 ismerősömből én kiket választanék ki, mondjuk egy, ha rajta múlna, és azt mondanám, hogy kiválasztok ebből 12-t, akikkel bárhova a Földön elmennék. Mert Jézus abból a hatalmas tömegből kiválasztott 12-t, akikkel utána évekig Izrael földjén mindenfelé mászkált, mint egy zarándok, és ez a 12 az jött vele végig. A legeslegvégén, a halála előtti este, az utolsó vacsorán már csak az a 12 maradt. Ebben a 12-ben benne volt Júdás az áruló, Péter a tagadó, Tamás a hitetlen, és lehetne mindegyiknek valami jelzőt adni, persze egy-egy ember ettől sokkal gazdagabb személyiség, csak általában így jegyezzük ma. És ugyanígy mindannyian föltehetjük magunknak ezt a fajta érdekes kérdést, hogy kikkel van nekem olyan kapcsolatom, milyen emberekkel, akikről azt mondanám, hogy én bárhova elmennék ő vele, és bárhova elhívnám őt magammal. Egyszer olvastam egy nagyon érdekes könyvet, az a címe, hogy Jóból kiváló, ilyen szervezetépítésről, közösségépítésről szól, a hatékonyságról, egy ilyen modern, félig meddig pszichológiai, félig meddig ilyen vállalatépítési tanácsadó könyv, nagyon érdekes, és azt mondja, hogy úgy döntsük el azt, hogy milyen csapatot, vagy milyen közösséget építünk, hogy képzeljük el azt, hogy van egy buszunk. Erre a buszra mondjuk fölfér 8 ember, velünk együtt, egy kis busz, és ha eldönthetnénk azt, hogy ebbe a kis buszba kik szálljanak be velünk együtt, akikkel a busszal bárhova elmegyünk. Tehát itt most nem az a kérdés, hogy mi lesz az úti cél, hanem egyszerűen az, hogy egy kis buszban fogunk 8-an együtt utazni. Kiket választanék utitársamul? Ez egy kis bevezető gondolat, ébresztő kérdés arra, hogy egy munkahelyi főnök, aki akar építeni egy gárdát, akkor mit is akar? Úgy tehetjük fel egyszerűen ezt a kérdést, hogy kik azok, akikkel a céltól függetlenül együtt akarsz lenni. Azért, mert az a személy olyan, és neked pedig az a döntésed, hogy az együttlét annyira értékes, hogy mindegy, hova megyünk, de együtt menjünk. Hát gyakorlatilag ilyen a házasság, nem? Hát nem ilyen a házasság? Mindegy, hol fogunk élni, mindegy, milyen házban, mindegy, milyen körülmények között, csak együtt éljünk. Mert szeretjük egymást. Hát ez a lényege. Mert szeretjük egymást. Ki szeretnél lenni Jézus számára? Hát most felsorolok itt egy... Az alapján jutott eszembe ez a felsorolás, mint amikor a temetésekön én, mint pap, elmondom a gyászolók nevében a búcsúztatást, hogy búcsúzik tőle, és akkor sorolom, hogy ki-e, férje, felesége, fia, lánya, unokája, és akkor a végén ott van, hogy rokonok, barátok, ismerősök, vagy a szociális otthon lakói, ezt már hallottuk 100 000-szor, hogy ki milyen kapcsolatban volt az elhunytal, ugye? Hát most egy ilyet szeretnék felsorolni, de úgy gondoljuk ezt végig, hogy kien vagyok Jézusnak. Jézus szerint kien vagyok, és én kien szeretnék lenni Jézusnak. Rokona? Ismerőse? Föl nem vállalt titkos szeretője? Barátja? Fia? Apja? Anyja? Szerelme? Eljegyzött párja? Testvére? Nővére? Menyasszonya? Felesége? Tanítványa? Ellensége?
üldözője, bírája, szolgája, prófétája, apostola, ellensége, szomszédja, árulója, gyilkosa, tanácsadója, mestere, imádója, istene, hirdetője, elképzelt hőse, királya, magányos remetéje, parancsolója, ura, papja, betege, páciense, kliense, rajongója, rabszolgája, titkára, szamara, katonája, lábbelije, megváltója, hűséges híve, szakértője. Vagy még van egy legutolsó, maga ezen kívül persze még ezer más módon kapcsolódhatunk képzeletben elgondolva Jézushoz, vagy lehet Jézus számomra totálisan ismeretlen. Jelen pillanatban Alaszkában, a világ másik végén lakik egy férfi, mit tudom én, hogy hívják, mondjuk úgy, hogy John. Semmi közöm az Alaszkában lakó John nevű férfihoz. Lehet, hogy Alaszkában van 526 John nevű férfi. Fogalmam sincs egyikről se, semmit nem tudok róla. Most csak ez egy képzeletbeli eszmefuttatás. Számomra az Alaszkában lévő 526 John nevű férfi mindegyike totálisan ismeretlen. Lehet, hogy valakinek Jézus egy ilyen 526. senki. És én is 526. senki vagyok Jézus számára, mert Jézus mondta ezt. Jézus mondta ezt, hogy az utolsó ítéleten jöttök majd hozzám, és arról fogtok beszélni, hogy a ti utcátokban veletek ebédöltem. Arról fogtok nekem beszélni, hogy a ti utcátokban tanítottam. Én maga azt fogom nektek erre mondani, hogy soha nem is ismertük egymást. Azt se tudom, kik vagytok, mit akartok tőlem. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Kedves testvér, aki Jézus azt akarja, hogy a tanítványai legyünk. Véglegesen, teljesen, föltétel nélkül ragaszkodjunk az ő személyéhez, akár a halál árán is. Egy kis ajándékot hoztam legeslegvégül. Kafka Margit Litánia című versét, ami egy szerelmes vers. Kafka Margit így fejezte ki ebben a versben azt, hogy ő hogyan tekint a szerelmére. Litánia. Te édes kedves társam, miféle szerződés ez? Micsoda Isten írta, mikor szívünkbe írta? Én puha fehér párnám, min nem nyughattam eddig, lelkem szép muzsikája, mit nem hallottam eddig. Bölcsességgel írott könyv, mostanig nem tanultam. Én friss jó egészségem, mi soká beteg voltam. Én reggeli haramszóm, szép napos délutánom, szelíd esteli lámpám, sűrű csillagos éjem. Ó éjem, égem, kékem, te kedves kedvességem, csobogó teli korsóm, friss hajnali harangszóm, csendes nyugalmas álmom, napfényes délutánom. Szerelem, ezt már írtuk, prózába versbe sírtuk. Szerelem, olcsó szó ez, szerelem, így ne hívjuk. Apám vagy és fiam vagy, a mátkám és a bátyám, kicsiny fészkes madárkám. Ideál, szent, komoly, nagy, pajtásom, kedvesem vagy. Hittel és emberséggel első te, kit vállallak, kit szívvel, szóval vallak, és álmomba se csallak.
kit bántani nem hagynék, kiért tán ölni tudnék, te édes, kedves társam, miféle szerződés ez, micsoda Isten írta. Köszönöm a figyelmet, drága testvéreim! Valljuk meg hitünket. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,